India távoli vidékén, ahol a szegénység és a gazdagság annyira megférnek egymás mellett, csak nem 200 évvel ezelőtt élt egy gazdag maharadzsa. Maharadzsa egy hindu vallású uralkodó, aki egy hatalmas országrész kormányozója, uralkodója, élet és halál ura. Írdatlan nagy vagyona és mesés birodalma igazán gondtalan életet biztosított neki. Az utcán, ha végigment, mindenki köszöntötte, meghajoltak előtte. Ő méltónak tartotta magát arra, hogy ilyen tisztelet övezze. Az őt körülvevő pompa mellett városában és birodalmában sok nyomor és szegénység volt. Nagyon sok szegény ember az utcán élt, és a mindennapi ennivalója csak a kidobott szemét volt. Persze, az uralkodó, a maharadzsa néha egy-egy ünnep alkalmából kiszóratott a szolgáival népe közé több zsák aranyat, de ez csepp volt a tengerben. Egy nap elvitette magát a gyalogintóján várost nézni. Ahogy elhagyta a palota kertet, meglátott a palotájától nem messze egy koldust üldögélni az utca porában. Kezében egy tálka, és benne némi rizsszem, amit ujjával kavargatott, és fennhangon kéregetett. Adjanak a szegény vaknak, kérem! Adjanak! Adjanak a szegény vaknak, kérem! Adjanak! Közben rázogatta az edényét, hogy felhívja magára a figyelmet. Sikerült is, mert ezért figyelt fel rá a maharadzsa a gyaloghintójából. Ahogy ránézett, hirtelen megszánta ezt az embert, hogy nem lát. Milyen nehéz lehet neki, hogy nem lát. Enyhíthet az életén, ha némi arannyal kárpótlom ezt a veszteségét. Álljon meg! Kiáltott a maharadzsa parancsolóan, és kipattant a gyaloghintójából, odalépett a gyanútlanul kéregető koldushoz. Jó ember, mióta nem látja ezt a szép világot? Hogy szépe? Azt nem tudom. Csak elmondásból hallom. Mivel látni soha nem láttam, így hozott engem világra az anyám. De kit tisztelhetek benned, ó idegen? Én a város ura, a maharadzsa vagyok, és kegyeskedtem megállni nálad, hogy irgalmasságomat és jóságomat kifejezzem. Ó, fenséges úr, igazán nagy megtiszteltetés, hogy ide lépett hozzám szegény koldushoz. Fogadja hódolatomat és tiszteletemet, ó fényességes maharadzsa! A koldus gondolatai sebesen száguldottak. Micsoda szerencse, engem választott ez a nagy úr. Nem kis vagyona lehet, biztos jó sok aranyat adományoz. Ebből majd kifizetem az adósságom, és egy nagy palotát veszek. Nagy tálból eszek, most megváltozik minden. Vége a porban ülésnek, és majd szolgákat tartok. Hát akkor mutasd ki a hódolatodat. Félbeszakította gondolatait egy parancsoló, határozott hang. És add nekem az eddig összegyűjtött rizsedet. De hát fényességes maharadzsa! Neked nem kell az én rizsem! Neked annyi van a palotádban, mint a tenger! Csak tedd, amit mondtam. Félelem és gyűlölet egyszerre ült ki a koldus arcára. Belenyúlt az edényébe, kotorázott egy darabig, majd a koszos ujjaival kivett egy szem rizst a tálkájából, és a maharadzsa felé dobta. Itt van a rizsem, fényességes maharadzsa! Ez minden, amit adhatsz? Egy szót sem szólsz uradnak? A koldus egy szót sem szólt, hanem eltorzult arccal a földre köpött. Majd, mint a vízfolyás, elkezdett szitkozódni. Nem elég neked ez a sok vagyon? Még a szegény vakember adományát is elkívánod? Vesszen el veled a rizsem, és forogjon a gyomrodban, ha lenyeled. Ne tud megemészteni, és álmatlan éjszakáidon gondolj arra, hogy elvetted egy vak koldus embertől. Tőlem, az én rizsemet! Majd felmarkolt a földre egy adag földet és kavicsot, és dobálni kezdett a hang irányába. Nesze! Pöh! Nesze! Pri!
Ezt neked! A maharadzsa arca megkeményedett. Egy kicsit közelebb lépett a koldushoz, mintha meg akarta volna érinteni, de aztán megfordult, és elkiáltotta magát. Gyerünk, indulás! Nincs itt semmi keresnivalónk. Azzal bepattant a gyaloghintójába, és csettintett egyet a kezével. A szolgák felkapták a hintót, és sebesen elszaladtak vele. A koldus még fel sem ocsudott, már megint egyedül ült az útporába. Vak szemeivel körbeforgolódott, de senkit nem érzékelt, és senkit nem hallott. Visszarogyott a kőre, amin ült, és csalódottan és haragosan vette kezébe a tálkáját. Belenyúlt és érezte, hogy van benne még egy kis rizs, ami jó lesz vacsorára. Ahogy tekergette benne az ujját, egyszer csak valami megakadt a kezében. Mi ez? Mi ez? Ez nem rizs. Ez arany. Egy szem rizsért, egy arany. Ez aztán a jó fizetség. Hogy én milyen balga vagyok? Nem a rizsemet akarta elvenni, hanem ki akarta cserélni aranyra. Hogy én milyen balga vagyok? Hogy én milyen balga vagyok? Most aztán a legnagyobb szerencsémet szalasztottam el. Bizony, ha ez a koldus ismerte volna a Biblia lapjairól olvasható üzeneteket, most gazdagon ült volna az útszélékövön. Mert ezt mondja a Biblia a példabeszédek könyvében, hogy a haragos háborgást szerez, és a dühösködőnek sok a vétke. Az embernek kevéssége megalázza őt, az alázatos pedig tisztességet nyer. Lám, lám!